A csatornámon van egy olyan remek videósorozat, amelyben végignézzük az egyes Harry Potter filmekben található különféle utalásokat, easter egg-eket és alig észrevehető részleteket. Ilyen videó már 5 hónapja volt utoljára, úgyhogy itt az idő, ma a Tűzserlege filmet fogjuk egy kicsit közelebbről megtekinteni. Még így gyorsan leszögezném, hogy már az előző videóknál is volt, aki panaszkodott, hogy hát neki semmi érdekes nincs ezekben a videókban. Nos, rossz hírem van. Én úgy érzem, hogy ebben a filmben nem sok újdonságra bukkantam, de persze ez csak az én véleményem. Ha valakinek nem tetszik a videó, mert idegesítem, úgy gondolja, hogy túl egyértelmű dolgokat magyarázok meg is unalmas az egész, az felőlem nyomjon annyi dislike-ot, amennyit akar, de felhívnám a figyelmet arra, hogy a videót bármikor ki lehet kapcsolni, és nem mindenki akkora géniusz, hogy mindenre odafigyeljen egy filmben. Most, hogy ezt tisztáztuk, menjen is a videó! Vágjunk is bele még a film elején lévő Quidditch világkupába. A nagyszabású rendezvényen mindenféle nemzet képviseli magát, még Indiára is láttam utalást. A sátrakat verő rengeteg Quidditch szurkoló között jó sok utalást lehet elrejteni, simán lehet, hogy valami felett elsiklott a tekintetem, de egy nyilvánvaló kis easter egg mindenképp van. Ez pedig nem más, mint Dobby és Winky, a negyedik könyvben igen sok szerepet kapó két roxforti házimanó, akiket épp hogy csak egy pillanatra szúrhatunk ki a tömegben. Egyébként arra, hogy honnan tudjuk, hogy ők Dobby és Winky, konkrét választ nem tudok adni, nyilván Dobbynak eléggé jellegzetes kinézete van, de azt, hogy a másik Winky lenne, szerintem csak abból sejthetjük, hogy a manó jelen volt és nagy szerepet kapott a világkupán. Persze lehet, hogy rosszul tudom, és van hivatalos megerősítés ezzel kapcsolatban. Hagyjuk magunk mögött szépen a Quidditch-t, és térjünk át a Roxfortba, ahol nagy trimágus láz van. Harry lett az egyik bajnok, és a Mordon kinézetét magára öltő ifjabb Barty Coopernak az a feladata, hogy segítse a fiút a tusa megnyerésében. Ennek kapcsán van is egy diskurzusuk Mordon szobájában a dologról, ahol találkozhatunk a tanár malícia mutatójával, ami egy olyan varázstükör, amely az ember ellenségeit mutatja benne tükörképként. Eredetileg csak halvány árnyaként jelennek meg a tükrön, ám minél közelebb vannak a malícia mutató tulajdonosához, az annál tisztábban mutatja meg képüket. Szóval ebben a jelenetben láthatunk pár arcot Mordon, azaz Cooper tükrében, és az egyik arc kísértetélyesen hasonlít Ian McKellen arcára, aki több ismert filmben is szerepelt. Ő volt például Gandalf a Gyűrűk Urában, vagy Magneto az X-Men filmekben. Ez a dolog azért nagyon érdekes, mert a könyvekből tudjuk, hogy az ott lévő tükörképek egyike nem más, mint Albus Dumbledore, és történetesen McKellennek fel lett ajánlva Dumbledore szerepe, csak hogy ő azt visszautasította. Az az igazság, hogy erről az utalásról sem találtam hiteles infót a neten, így valószínűleg az arc nem az ismert színészé, ettől függetlenül viszont szerintem egy érdekes részlet. A karácsonyi bál hagyományos része a tánc, ezt mindannyian tudjuk. Ennek rendje szerint a filmben táncoló színészeknek meg kellett tanulni keringőzni, ám míg erre a legtöbb embernek több hete volt, addig Daniel Radcliffe-nek, azaz Harrynek csak 3-4 napja. Az ő forgatási beosztása ugyanis más volt, így neki napok alatt kellett elsajátítani a tánc csinyát-binyát, ami hát, mint láthatjuk, nem nagyon sikerült neki. Azonban rengeteg hibáját nem láthatjuk, mivel a sikertelenség következtében a stáb csak deréktől felfelé vette fel a fiút, így nem tűnik olyan ügyetlennek. Persze azért látszik a filmben is, hogy nem megy neki, viszont szerintem ez csak hitelessé teszi az egész szituációt, hiszen ha jól tudom, akkor Harry nem igazán gyakorolt a táncra se a könyvben, se a filmben. Még mindig a bálon vagyunk, ahol Harry azt mondja Krumról, hogy már biztos, hogy nem olvasni járt a könyvtárba. Ezt ugye azért mondja, hisz a semmiből derült ki a tény, mely szerint Krum és Hermione közt van valami, és a lány a legnagyobb könyvmoly az egész iskolában. Csakhogy, ez egy remek utalás a könyvekre, mivel ott sokszor ki van emelve, hogy Krum mennyit jár az iskola könyvtárába, ám a filmben, ha jól vettem észre, erre nem tesznek utalást. Csobbanjunk most egyet a prefektusi fürdőben, és még ezt megtesszük, nézzük az itt játszódó jelenetet. Harry éppen az aranytojás titkát próbálja megfejteni az idegesítő szellem Hisztis Mirtil társaságában. Ebben a jelenetben Mirtil azonban említ egy kis 100 fülé főzetet, amit a lefolyóban látott.
Nos, ez a részlet nekünk a sztori ismeretében már nem tűnhet érdekesnek, azonban előismeret nélkül nézve ez egy kiváló utalás arra, hogy valaki, ugyebár az ifjabb Barty Cooper, százfüllé főzetet használ. És egyébként nem ez az egyetlen utalás a Mordon Cooper dologra. A második próba után a Mordon alakban lévő Cooper elbeszélget apjával, és ekkor önként vagy önkéntelenül megejti a jellegzetes nyelvmozgását, amit később láthatunk a visszaemlékezésben is. Ezen kívül még Piton is felhozza a százfüllé főzetet, ő is egyébként Harry gyanúsítva a használattal, tehát a filmesek biztosra mentek, hogy megmutassák, valaki valami rosszban sántikál. Menjünk tovább Dumbledore szobájába, ahol miután Harry kijött a merengőben átélt látomásból, Dumbledore azon tanakodik, hogy vajon mi állhat a tanévben történtek mögött. Ekkor odalép az egyik szekrényéhez, amelyben az egyik tárgy egy érdekes szimbólumot mutat. Nem ismerős? De bizony, ez a valami rettenetesen hasonlít a halál ereklyéinek háromszög alakú jelképére. Mivel a film korábban jött ki, mint maga a hetedik könyv, így egy direkt utalásnak nem igazán vehetjük, azonban azt tudjuk, hogy Rowling segített a filmesek munkájában, így simán lehet, hogy ő mondta, hogy azoknak vagy annak a tárgynak így kell ott lennie. Továbbugrunk a harmadik próbához, amely egy labirintusban játszódik. Na most ez nem egy annyira külön érdekesség, de a filmben több szemszögből is láthatjuk, hogy ez a labirintus milyen abnormális méreteket ölt, gyakorlatilag nem is lehet ellátni a végéig. Egy ilyen hatalmas labirintusban nem hiszem, hogy csak órákba telne egy kis kupát megtalálni, de ha ez nem tenné elég furcsává a dolgot, a könyvből tudjuk, hogy ez a bizonyos labirintus konkrétan a Quidditch pályán lett növesztve, ami pedig egyértelmű, hogy jóval kisebb. Még mindig a harmadik próba, amelynek végén Harry önzetlenül megmenti Cedricet a rátámadó indáktól meg gyökerektől. Na most ez kissé ironikus, mivel Cedric pont emiatt képes Harryvel együtt eljutni a kupáig, ami elviszi őt a halálát okozó helyre. Ugye tudjuk, hogy Féregfark csak azt a parancsot kapta Voldemorttól, hogy öld meg a másikat, mikor az meglátta Cedricet, ami azt jelenti, hogy őt nem érdekelte más, csak Harry. Így, ha Harry nem menti meg Cedricet a labirintusban, akkor a fiú tovább élhetett volna. Egy kis vicces észrevétel. Amikor Harry és Voldemort a temetőben hirtelen összecsapnak, hatalmas fény és hanghatások mellett, a kép szélén láthatjuk, hogy az egyik halálfaló egyáltalán nem számított a dologra, így ijedve kapkodja fejét. Hagyjuk magunk mögött a temetőt is, és ugorjunk át Mordon szobájába, ahol Cooper éppen felfedi magát Harry előtt. Nos, az biztos sokatoknak feltűnt, hogy egy mondat erejéig Mordon, azaz Cooper, Hagridot utánozza, és ekkor egyébként Csúlya Imre helyett a Hagridot szinkronizáló hollósi Frigyes hangján szólal meg. Csodálatos teremtmények a sárkányok. Na most ezen az az érdekes, hogy az angol, azaz eredeti hangnál nincs így, szóval ez a magyar szinkronosok ötlete volt. A végére pedig talán egy ismertebb kis részlet következik. A stáblistában, ha figyelmesen nézzük, akkor egyszer ki van írva, hogy a film forgatása során egy sárkánynak sem esett baja. Nos, ennyi kis érdekes, eldugott részletet találtam a negyedik filmben. Nektek volt közte új? Remélem, hogy érdekesnek találtátok a videót, ha ti még tudtok valamit, amit én sajnos nem vettem észre, vagy bármit, amit rosszul mondtam ebben a videóban, nyugodtan írjátok le kommentben, hadd bővítsük tudástárunkat. Addig is, én köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban.